akitől fényesség, akitől minden szép, akitől remény lesz a szívedben, ha csak egyszer is megérezhetted őt. Krisztusban szeretett testvéreim, azt a fényt ünnepeljük ezen a szent éjszakán, amely beragyogta nem csak a betlehemi pusztaságot, hanem az egész földet, az egész emberi történelmet, és beragyog múltat, jelent és jövőt, személyi és közösségi életet egyaránt. Reménytelenség talaján vergődő, csalódottság magányába burkolózó, elfásult lelki emberek millióinak kínál kapaszkodót ez az éjszaka, mely megadja nekünk Isten szeretetének legnagyobb ajándékát, egyszülött fiát. Ezen a szent éjszakán, ebben a gyermekben megjelenik köztünk Isten embert szerető végtelen jósága. Izajás nagy prófita elmondja, mit is jelent az Úr érkezése. Sötétben fény, halál keserűségében vigasz, a békétlenségben béke. Anya még nem várta úgy gyermekét, mint az emberiség Krisztus születését. Ezen az éjszakán arra emlékezünk, és azt ünnepeljük, hogy ez a vágya az embernek beteljesedett. Isten ember szerető jósága megjelent, és ezzel leszámolt minden reménytelenséggel. Mert lehetnek komoly problémáink, lehetnek mérhetetlen testi lelki szenvedéseink, csalódhatunk ezzel, de van célunk, van jövőnk, van örök reményünk. Minden karácsony egy nagy felhívás. Keresztény ember, ne válj fásult, reményvesztett emberré, mert Isten emberré lett, ezért van jövőd. Akit úgy szeretett az Isten, hogy ért emberré lett, akiért vállalt szegénységet, akiért vállalt istálót, akiért vállalt az embersors minden küszködését, az nem lehet reményvesztett ember. Annak tudnia kell örülni a mai estén, levetkőzve a hétköznapok minden gondját. Legyen igazi, boldog, öröm ünnep ez az éjszaka és az egész karácsony ünnep. Örvendezve örüljünk ezen az éjszakán az angyalokkal és a pásztorokkal. Örvendezve várjuk reményünk beteljesülését. Várhatjuk, mert Isten elhozta nekünk legnagyobb ajándékát. Így csak rajtunk múlik minden, hogy mi hogyan válaszolunk Istennek a végtelen nagy szeretetére és jóságára. Mit mond Szent Pál? Szakítsunk az istentelességgel. Azzal az élettel, amelyben nincs hely az Isten számára. Azokkal a hétköznapokkal, ahonnan kiszorul az Isten. Az Isten azért jött közénk emberként, hogy befogadjuk őt. Mária befogadta, és boldog asszony lett, minden szenvedés mellett. A zsidó nép nem fogadta be, és bújtosó nép lett. Kedves testvérek, nekünk be kell fogadnunk magunk közé Isten szent fiát. Nekünk vele kell élnünk, mert ő adhat nekünk reményt és hitet, ő adhat békét.